Lehullott a Jézus vére, a szent keresztfa tövére. Drága látós szent estéből, öt mélységes sebájéből. De a földön nem maradott, mint piros rózsa kinyillott, a szent angyalok feleszették, alázatosan tisztelték. Böjti éneket hallottak a Kéki Hajdú Józsefné előadásában. Ennek az időszaknak különös jelentősége volt a bukovinai székelyek életében, ami nem csak vallási kötelezettséget jelentett, de étkezésben, szokásrendben és az énekekben is megjelent a befelé fordulás. Nálunk még a faluba azért tartsák még a régi szokást, a régi énekeket azért még elé kerülnek, mert vannak asszonyok, akik azért még olyan korosztály, hogy a régi énekek még előjönnek, és nagyon sok ének van olyan, amit most már máshol is templomba énekelnek, de nálunk azért még ez hagyomány, hogy a böjti énekeket, a régi énekeket azért még elénekeljük mise kezdete előtt. Ha megy a rózsafüzér, akkor így el szoktuk énekelni ezeket. És akkor hetente van a misén a keresztút, akkor azt a keresztúti éneket, hát ami az hozzá tartozik a keresztúthoz, azokat. Amúgy is a böjt a szomorúságról szól, és ezt úgy gondolom, hogy a böjtbe kicsit tartózkodunk a vidámságtól, a mulatságoktól tartózkodunk, és ebben az énekben minden megvan, ahogy énekeljük, ez valahogy olyan szívhez szóló, olyan keserves a dallamai is, úgy gondolom, meg különleges, amit máshol nem igen hallottam még, úgyha templomokban ezeket a régi énekeket. Húshagyó kedden a misén a deák elénekelte a Dúsgazdag sidalmát, mert akkor kezdődött a 40 napos böjt, és emlékeztette az embereket a Dúsgazdag elkárhozására. Olvasható egy Isten segítségről származó gyűjtésben. Gyászba borult Isten csillagvára, függönyt vonnak mennek ablakára. Meghalt, meghalt az elesett bárány, vértől lázott szent keresztoltárán. Temetésre lejő a mennyország, könyvben áznak az angyali orcák. Szól zokogva az egek harangja, mennyec földet végig sírja hangja. Ezek inkább nagy héten szoktuk énekelni a templomba. Meg mi ezeket az énekeket én onnan is tanultam a szüleimtől, de mi nagy héten mindig mentünk az utcába, voltak olyan egykorú idősebbek, és akkor mi voltunk gyerekek, és vitták magukkal, és kellett imádkozni. Azt mindig kellett tudni azt, hogy vasárnap elmúlt, az utolsó vasárnap, illetve az első böjti vasárnap után a nagy héten, mindig imádkoztunk hétközben, de nagy héten, a hétfői nap, akkor összegyűltünk házaknál, és megbeszéltük, hogy a következő, hát a szülők beszélték, meg következő este kihez mennek, és akkor hétfőn kellett imádkozzunk 40 mi atyánkot, mi is a szülőkkel együtt, mert 40 napos böjt következik. A keddi napon kellett imádkozzunk 30 mi atyánkot, mert azt mondták, hogy Jézus 30 évig járt a Földön. Szerdán imádkoztunk 33 mi atyánkot, mert 33 ezüst pénzért adták el Jézust. Csütörtökön 12 mi atyánk volt, a
12 tövis koszorú, meg hát akkor volt az a utolsó vacsora. Pénteken 5 mi atyánk volt, az az 5 mélységes sebejér, és szombaton, hogy 40 napot feküdt Jézus a sírba. És akkor vasárnap hajnalban 4 óra körül mentünk a szülőkkel megint, és ott a templomba kellett imádkozni, és akkor mire kiviradt, akkor mentünk haza. És akkor volt a nagybőthöz tartozott az a, úgy mondták, kókonya szentelés. Azt nagy szombaton is, de nálunk még ma is van, aki tartsa. Én mióta a férjem meghalt, nem igen viszek, akkor a kosárba belerakták a fontkalácsot, kolbászt, amikor ahogy jutott, vagy sonkát, de főtt tojást, és ezt a házi piros tormát, amit a székelyek készítettek. Azat, és akkor hazamentünk a nagyszombaton a feltámadás után, akkor mindig akkor ehettünk csak zsíros húst. Akkor nagyszombaton a feltámadás után ehettünk csak esetleg zsírosat, és akkor nagy húsvét napján evétkor azt, amit megszenteltettünk a kosárból, hazavittünk, abból egy morzsát nem volt szabad, hogy az tönkre menjen. Azt az utolsó morzsáig el kellett fogyasztani, mert azt a szülők megkövetelték, hogy ezt nem tudom, hogy miért, hát ezt el kellett fogyasztani. Úgyhogy nem volt szabad abból semmi, egy morzsa földre vagy valami, azt nagyon kellett rá vigyázni. Nagybőjtben a szerdai napon se ettünk húst, pénteken se, és azért legtöbbször a szombatokat is megtartottuk a szülőkkel. Hát ma már sajnos ez nem, de én még ma is megtartom, úgyhogy meg azért gondolom nálunk az én korosztályom az biztos, hogy még megtartsa. A böjtös étkezés legfontosabb ételfajtája a birka túró volt. A gazdák egész nyárra az esztenára adták a birkákat, onnan pedig túrót és sajtot kaptak. A sajtot nagy kelek formákba hozták haza, otthon sóval elgyúrták fahordóba, dézsákba elnyomkodták. Így állt a pincében, és a böjti időszakban ezt ették. Ezeket a böjti énekeket, amit itt énekeltem is, ezeket a szüleinktől még olyan 6-7-8 éves korom óta akkor tanultam meg tőlük, és ezt ma is énekeljük templomba, az én korosztályom az asszonyukkal. Vannak ilyen régi dalok, de megmondom őszintén, én még azért ismerem, meg vannak azért nálunk még, akik ismerik ezeket a dalokat, de nem minden könyvben van meg. Én például ezeket a könyvben nem is, van a 1905-ben édesapámnak az apjáé volt, a Orgona virágkönyv. És azokban vannak ilyen régi énekek, de hát nálunk se nem mindenki tudja azért ezeket, de sok van. Így nem tudnám szám szerint megmondani, de van sok. Jaj, én nekem busárbánok, szomorú édesanyának, drága kincsem elvesztettem. Jézus egyetlen szülöttem. Ha valamit tudnék róla, nap, hold, csillagok lehullnak, hegyek, völgyek és patakok, erről nekem hírt adjatok.